szeretettel köszöntöm a stúdióba, Kürti László pszichológust és addiktológiai konzulást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem kimondottan kellemes téma a karácsony előttre, de talán mégiscsak fontos, hogy milyen kihívásokkal kell azoknak szembenézni, akik nyilván a karácsonyi ünnepeket együtt fogják tölteni, de nem pontosan tudják, hogy az elmúlt évet ki hogyan töltötte. Gondolok itt a gyerekekre, akik most sokkal több időt fognak a, a szüleikkel tölteni, és talán kiderülhetnek olyan dolgok, amik érték őket az év folyamán, és hogy ne érje meglepetésszerűen a szülőket, ezért kérdezném önt, hogy mik azok addiktológiai szempontból, amik a gyerekeket úgy érintik, hogy, hogy tényleg meg kell várni egy ilyen ünnepi alkalmat, hogy a szülő szembesüljön azzal, hogy a gyerek esetleg nem úgy birkózik meg az mindennapi élet nehézségeivel, mint ahogy ő gondolta, hanem akár gyógyszerek, vagy más másszerek segítségére volt szüksége. A um. Nagyon nehéz ez a helyzet, mert hogy, mert hogy a statisztikák azt mutatják, hogy a gyerekek, a kamaszkorú gyerekek már erősen érintettek ezen a területen. A, 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 a becslések, a statisztikai számok azt mutatják, hogy egy 18 éves fiatal nagy valószínűséggel, 90 os valószínűséggel kipróbálja az alkoholt, 60 százalékos... Ezt, ezt tudni szoktuk, nem? Miből igen, az de de hogy azért ezt látni kell, hogy hogy mire egy fiatal 18 éves lesz, 10-ből 9 kipróbálja az alkoholt. És ebbe a kipróbálásba persze sok minden belefér. Igen. Belefér az, hogy tényleg iszik egy pohár pesgőt a születésnapján, vagy szilveszterkor a szüleivel, de ebben benne van az is, hogy nem egy pohár pesgőt iszik, vagy nem csak pesgőt iszik, vagy nem csak a szüleivel, hanem, hanem azért ez egy nagyon széles... Vagy széles. a, igen igen igen, nyilván... a igen, 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 akár lerészegedett, igen, igen. Párt okoz egy ilyen fiatal gyerekben. Igen, ez egyáltalán ez egyáltalán nem ritkaság. Magyarország az alkohol szempontjából azért egy veszélyeztetett ország. Abban az értelemben, mindenképpen, hogy az összesített alkoholfogyasztásban az első három helyezett vagyunk évek óta, mondhatnám évtizedek óta, és hát a becslések egymillió. 1,2 millió alkoholbetegről szólnak az országban, és hogyha ehhez hozzávesszük az ő családjukat, hozzávesszük a feleségeiket, gyerekeiket, azért azt látjuk, hogy az ország egyharmada valamilyen módon érintett ebben az összehasonlítás alkohol Összehasonlításban akkor mi rossz helyen állunk ezen a területen, nemzetközi szinten? A... Hát a, a probléma szintjén elég előkelő helyen állunk. Tehát, hogy az egyik legnagyobb, a hasonló alkoholfogyasztási mintázatok vannak az északi országokban, Svédországban például. De nekik megvan az a kifogásuk, hogy ott hideg van. Igen, és, és ami, ami, ami a nagyon nagy különbség talán, vagy látványosan nagy különbség mondjuk a Svédországgal szemben, hogy Svédországban sokkal hamarabb kerülnek be az ellátórendszerbe a, az alkoholfüggő emberek. Ott valahogy a társadalom kevésbé vagy érzékenyebb arra, amikor egy olyan helyzetbe kerül egy fiatal ember, fiatal hölgy, hogy, hogy, hogy ismétlődően alkoholos állapotban találják. Nem olyan, nem olyan megbocsátó, nem válveregető, nem olyan, hogy na hát én is megittem a magamét, hanem szólnak, hogy figyelj, József, ezzel foglalkoznod kéne, mert úgy tűnik, hogy, ezt, hogy, hogy túl sokat iszol Magyarországon. Tíz évekkel később az az időpont, amikor elkerülnek az alkoholbetegek valamilyen ellátásba, akár akár valamilyen hivatalos állami ellátásba, akár pedig ezekre az önsegítő, az anonima alkoholistáknak a csoportjaiba. És ez egy nagyon nagy különbség, hogy, hogy tekintünk a rá. És ez a fajta szülői hozzáállás, ez ha nem is kimondva, de hogy valahogy mégis megjelenik az, hogy hogy, hogy valahogy elnézőbbek vagyunk a fiataloknak az alkohol alkoholfogyasztásával, miközben azért tudjuk, hogy hogy hivatalosan ugye 18 év alatt nem lehetne alkoholt vásárolni. És akkor még csak az alkoholról beszéltünk, mm. ami nem csak, mm. ugye ebből is kiderült, mm. és ez az elnéző magatartás nyilvánul meg akkor is, amikor azt mondják, hogy hát az én gyerekem biztos nem nyúlna droghoz, és akkor az úgy is van, egész addig, amíg valamiért nem kell mégiscsak csak szembesülni hát, vele. Itt van egyfajta, van egyfajta tájékozatlanság Magyarországon a, 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 az illegális kémiai szerekkel kapcsolatban. Hogy miután, miután törvényileg ezek hivatalosan nem hozzáférhetőek, ezek illegális szerek, a használatuk is már bűncselekmény, a tartásuk, átadásuk, kereskedésük, ezek mind fokozódó terhelésű bűncselekmények. De miután alapvetően ez az egész a bűncselekmény kategóriába tartozik, ezért van egyfajta ilyen hamis védettség érzete az embereknek ezzel kapcsolatban, jó, ez bűncselekmény, akkor biztos nem fér hozzá az én gyerekem. Ehhez képest a valóság az az, hogy ezek, hát, szabadabban hozzáférhetőek, mint az alkohol. Tehát, hogy két telefonjába kerül ma egy mai tizenévesnek az, hogy gyakorlatilag bármilyen, tényleg bármilyen illegális szert beszerezzen. Ideértve ezeket a klasszikusokat, mint a marihuana, de ideértve akár olyan designer drogokat is, mint mondjuk a biofű, vagy a, vagy a krokodil, vagy tehát, hogy tényleg a, a szó szerint az utcán hevernek ezek az illegális szerek, és ez a fajta ilyen hamis biztonságérzet, ez nagyon nehézé teszi azt, hogy erről egyáltalán beszélhessünk. Mert hogy, hogy, hogy sajnos akár tetszik nekünk, akár nem, a, a, hát a valóság az, amivel meg tudunk küzdeni, és a valóság az, hogy ezek a szerek a rendőrség, meg mindenki legnagyobb erőfeszítése ellenére is hozzáférhetőek könnyedén. Erre kell a gyerekeinket fölkészíteni, hogy találkozni fog vele, hogy az osztálytársa megkínálja, hogy a, a, barátja az edzésen megkínálja, a nyelviskolában a szomszédja megkínálja, hogy nála van és ő kínálja meg. Hát arra kell fölkészítenünk a gyerekeinket, hogy ezekkel a szerekkel kapcsolatban a valóságot tudják meg, és ennek sajnos akarjuk vagy nem akarjuk, a része az, hogy el kell nekik mondanunk azt, hogy hogyan tudják ezt például biztonságosan használni. Nem azért, mert egyetértünk a használatával, hanem azért, mert föl kell arra készülnünk, hogy használni fogják. És ha már használják, akkor legalább vigyázzanak közben magukra. Tehát ez a... kicsit úgy hangzik nekem, mint amikor a heroinosoknak tűt De hát ez, egy de, ez egy. de azt lássuk, be, hogy, azt lássuk be, hogy ez egy nagyon könnyű, nagyon jó megoldás, hogy a heroinosoknak tűt az egészségüket kiméljük meg, és azzal, hogy az ő egészségüket kiméljük meg, a saját zsebeinket kiméljük meg. Nem mindegy, hogy heroin szúrnak, és akkor Igen. az a probléma, hogy a heroin azt valahogy megszerzik, vagy az a probléma, hogy, hogy mindenféle fertőzéseket, szívvelhártyagyullatást, hív vírus terjesztenek. ez. sokkal magasabbak a költségek, sokkal magasabbak a társadalmi károk. Nem mindegy, hogy a gyerekünk bevesze egy lsd és akkor hazajön valami álomma, valami izgalmas álom után, vagy azt hiszi magáról, hogy tud repülni, és kilép az ablakon. Ezek nagyon nagy különbségek. És nem tudjuk, tehát még egyszer mondom, nem tudjuk megakadályozni, hogy kipróbálja. És egy ilyen világban élünk, ez nem a magyar törvényhozás, vagy rendőrségnek a kudarca. A világnak az állapot. Ez a világ. Kinyitunk egy filmet, kinyitjunk egy szociális oldalt, mindenhol az megy, hogy ezeknek a van egy, nem is tudom, hát értsük jól, van egy reklámja, van ezeknek egy jelenléte, vannak a filmekben pozitív hősök, akik közben szert használnak, a negatív hősök is használnak, de a pozitívok is. Nincs, 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 egy, ilyen, nincs egy ilyen általános, általános közvélekedés, ami arra nyomná a fiatalokat, amikor kialakítják a képüket a világban, hogy mondjuk füvet szívni rossz lenne. Hanem vicces filmek vannak, amiben betépnek, röhögnek, hülyeségeket csinálnak, és akkor az az egész milyen milyen buli. Igen, igen. Ezen, ezen, ezeket nézik. Tehát ebből nem az jön le, hogy füvet szívni, az, az mekkora gond, gond, gond lenne. lenne. És amikor önhöz mennek, akkor nyilván ez egy beszélgetés lesz. Mm. Mennyire lehet így a, a lelkivilágukra adni, vagy pontosan mi a mechanizmus annak a beszélgetésnek, amit hát. ön folytat velük. Hát a, a, a fiatalok nagyon érzékenyek a valóságra. Tehát pontosan tudják, hogy mikor akarják őket megrémíteni, és mikor, mikor, mikor beszélnek velük a velük a valóságról. Hát, hogy úgy érzékenyek a valóságra, hogy fölismerik? Igen igen, 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 igen. Tehát az, a, az, a, az, hogy az hogy a drogok rosszak, hú, fiam, meghűlsz, börtönbe kerülsz, ha használsz, ezt így nem lehet nekik elmondani, mert hát ugye az előbb említettek alapján azért van már egy képük. De hogyha hát akkor az. Ember, nem az igazi valóságról van szó? De hogyha az ember, amit, besz... amit igen, igen. De hát, az ember őszintén beszél Igen, igen. ha az ember őszintén beszél velük, most uh, 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 nem tudom, a, amikor illegális drogokról beszélünk, akkor ugyanarról beszélünk, mintha alkoholról beszélnénk. Más a molekula, picit más a hatásmechanizmus, de alapvetően egy illegális drog az nem veszélyesebb, sőt, többnyire kevésbé veszélyes, mint az alkohol, de mondjuk lehet ugyanabban a kategóriába kezelni. Az egyetlen különbség az alkohol, meg mondjuk az illegális drogok között, az maga ez a legális státusz hatásában, káros hatásában, egészségrombolásában, és a hatás? vagy euforizáló hatásában. De hatásmechanizmusa ezek szerint ugyanaz hát, az agyban? Hát, ugye, mert hát azért nyilván a, a, ez a beszélgetés is természet tudományos alapon is vannak, zajlik. Vannak, vannak különbségek. Az alkoholnak egy nagyon nagy, a, ami a legnagyobb problémát okozza az alkoholnál, az az, hogy az alkoholt, mint olyat, tég, az egy méreg. Uh -huh. És az történik, hogy amikor bevisszük az alkoholt, azt a májunk elkezdi földolgozni, és többek között létrejön egy acetilgyök nevű vegyület, ami bekerül a véráramba. Ez egy nagyon agresszívan reakcióképes vegyület, ami a vörös van egy úgynevezett vasmagja, egy vas atom van a közepén, ahhoz a légzés közben oda kötődik be az oxigén, és ezek a vörösvértestek szállítják az oxigént körbe a, a szerveinkhez, sejtjeinkhez. Amikor ez az acetil gyök bekerül a véráromba, a májból, ez sokkal agresszívebben kötődik ehhez a vasmaghoz, mint az oxigén, gyakorlatilag kilöki ezt az oxigén molekulát a helyéről, és ez az acetil gyök utazik körbe a szervezetünkbe. Most az a helyzet, hogy ezt nem tudják fölhasználni a szerveink, a sejtjeink, és egy oxigénhiányos állapot jön létre az egész szervezetben, és az oxigénhiányra a legérzékenyebb szervünk az az, a, az az agyunk. Itt gyakorlatilag az oxigénhiány következtébe elkezdődik egy sejtpusztulás, elkezdődik egy ilyen kicsit bizonytalan működés, és a sejtpusztulás következtében szabadulnak föl azok a neurotranszmitterek, amik aztán ezt a jó érzést okozzák, de hogy azt látni kell, hogy az oxigénhiány az olyan szintet érhet el, hogy akár bele is halhatunk. Tehát az alkoholmérgezés az konkrétan arról szól, hogy olyan szintű oxigénhiány lép föl az agyban, hogy az megállítja a működését. Ehhez képest... Ez remélem elég ijesztő. Ez elég ilyesztő, Ehhez képest bizonyos anyagok, mint például a marihuána, annyival kedvezőbbek, hogy a, a marihuána hatóanyagára, a THC-re az emberi agynak saját receptora van. Nincs ez a borzalmas, veszélyes egészségromboló. De nyilván nem kedvet akar hozzácsinálni. Ne, nem, 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 mert hogy a sőt, Csak hogy már ugye az egyik annyira veszélyes, hogy a másik már ez a, szinte ez jónak ez tűnik ez a hozzá. Ez a másik is veszélyes, tehát ez a, az úgynevezett tetrahidrokanabinol molekulák ezt a szervezet saját maga is előállítja. Ezeknek a, ezeknek a molekuláknak a rövidtávú emlékezetben érzelmi, hangul szabályzásban van nagyon-nagyon fontos szerepük. De van rá saját receptorunk, tehát ez a borzalmas romboló ö, folyamat, ami a hatás kifejtéséhez kell, ez itt nincsen, mert hogy közvetlenül maga a tüdőből felszívódó molekula, az közvetlenül belép az agyba, az agyban megfelelő receptorokhoz hozzácsatlakozva, kiváltja ezt a hatást. Ugyanez a ugyanez a, a, a a heroinnak vagy az opiát tartalmú szereknek a hatásmechanizmusa is. Az ópiátokra is van saját receptorunk, ott sem kell közvetítő folyamat, hanem ők is közvetlenül hatnak. Az ópiátoknak, az endogén opiátok gyakorlatilag a, a a teljes emberi örömérzés szabályzásáért felelősek. És azért azt kell látni, és ezek egyáltalán nem veszélytelenek, mert ilyenkor egy nagyon-nagyon finoman, mikroszabályzott folyamatról beszélünk, amikor nagyon-nagyon pici mennyiségek azok, amelyek keletkeznek, felszabadulnak, belépnek ezek a receptorokhoz, becsatlakoznak. Amikor kívülről viszünk be marihuánát vagy ópiátot, akkor gyakorlatilag egy atombombát dobunk le a saját idegrendszerünkbe mert ilyen mennyiségben a szervezet nem képes előállítani semmilyen körülmények között ezeket a vegyi anyagokat, és ezt a nagyon finoman hangolt mikroszabályzást ezzel a külső anyag anyagbevitellel gyakorlatilag tönkrevágjuk. Nagyon-nagyon nehéz ebből utána felépülni. A Különösen ugye a 18 éves kor alatt azért nagyon-nagyon veszélyes a marihuánának a használata, mert ez a 16-18 éves korban egész 21 éves korig gyakorlatilag egy ilyen második érése zajlik az idegrendszernek. Itt a, a, a korábban kialakult kapcsolatok, idegsejtek, különböző területek között azok így megváltoznak, leépülnek, vadonatújak keletkeznek. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy forronga ilyenkor szó szerint a, az idegrendszerünk, és ebbe így kívülről beavatkozni, tényleg megváltoztatni a rövid távú emlékezetet, az érzelmi szabályzást, a hangulati szabályzásokat, ez Biztosan nem hasznos. Tehát itt azért, itt azért el lehet, el lehet csúszni, itt azért elég komolyan ha, a veszélyeztetni tudja saját magát a, a, fiatalság, és hát hozzá kell tennem, hogy bár ez nagyon-nagyon ritka, tényleg nagyon-nagyon ritka, de azért előfordul, hogy akik arra hajlamosak, ilyen, ilyen fiatalkor is kizofréniára hajlamosak, előfordulhat nálunk, hogy egy, 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 egy ilyen marihuána szívás, egy fűszívás, az kiváltja ezt a, a fiatalkor is kizofréniát, belobbantja. De Hát ez azért azt kell látni, hogy azért ez tényleg nagyon ritka, de mégiscsak aki erre hajlamosannál van egy ilyen... Hát igen, egy ez egy szélsőséges beszél. megnyilvánulása, igen. de mindez, amit leírt, hmm. az pontosan hmm. azt hmm. Uh, támasztja alá, hogy ebben a korban, ahelyett, hogy érni hagynák hmm. még az idegrendszert, ahelyett inkább hmm. Hmm. egy ilyen szőnyegbombázás alá veszik, ez egy, uh, hmm. hát, egy hmm. rossz pillanat mindenképpen. Az, a, az az igazság, hogyha erről beszélünk velük, ha ezt elmondjuk, azt mondjuk, hogy igen, fiam, nem tudom, én is jártam Amsterdam, Odomba. én is szívtam füvet, én is voltam egyetemista, én is voltam, nem tudom, acidpartén, vagy... Hát azért, és azért, a, azért azt lát, látni kell, hogy mi, tehát a mi nemzedékünk, a mi generációnk az már ugyanúgy találkozott ezekkel a szerekkel. Tényleg az egyetemen, külföldi ösztöndi, a Hollandiában azért nyilvánvalóan az egy lehetett ezekkel a szerekkel találkozni, nagyon sokan ki is próbálták, az egész teljes népességre vetítve a a marihuánát kipróbálók aránya az több mint 50 Tehát, hogy azért, azért, azt kell látni, hogy tényleg van ilyen tapasztalatunk, ezt ne szégyeljük, ne, ne tagadjuk le, hanem pont az segít ezt a, ezt a helyzetet, amikor mi nem egy szorongásból egy Úristen mi lesz a kipróbálja, nem ebből indulunk ki, hanem kicsit bízunk magunkban, mi is kipróbáltuk, mi is túléltük, ők a mi gyerekeink, ha én okos vagyok, akkor az én gyerekem biztos legalább. Hát ez elég felszabadítólag hathat rájuk. És akkor lehet velük beszélgetni. Tehát, hogy, hogy, most komolyan, tehát, hogy képzeljük el azt a helyzetet, hogy hazajön a gyerekünk a valahonnan a buliból, ránézünk, látjuk, hogy mondjuk piros a szeme, és akkor azt mondjuk, hogy hú, fiam, te füvet szívtál. És mi történik, ha azt mondja, hogy nem, miközben mi tudjuk, hogy, 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 hogy igen. Hát ott elszállt a bizalom, akkor most nekiálljunk, de tudom, de tudom, ő meg ne, most miért, izé? tehát, hogy Megszűnt a kommunikáció, nem tudunk mit tenni, beleragadtunk Tehát egy akkor har ez, nehéz a nehéz helyzetbe. pillanatban szoktak elmenni akkor önhöz? Igen. És akkor már lehet beszélni. Mi van azokkal, akik, de ez is nagyon érdekes része, csak úgy kíváncsi vagyok, hogy mi az, amikor még ennyi sincsen, és a szülőket mondjuk azért váratlanul, hogy nem ez a fajta egyetemista, úgymond már felnőtt pillanat, amikor valamiféle döntés csak született, hanem ez a 12-13 éves kor, amikor valami kis hülyeséghez jutnak hozzá, amiről mm. hát még abban a fázisban sincs a kapcsolatok a mm. szülőkkel, hogy most eldöntsék, hogy bíznak mm. vagy nem bíznak, egyszerűen veszették és mm. kész. Uh, hát uh, azért uh, ahhoz, hogy valaki 13 éves korban mondjuk érintett lehessen ilyen illegális szerhasználattal, ahhoz nagyon-nagyon sok tényezőnek kell szerencsétlenül összejátszania. Ott a feltételezhető, hogy a családi háttér az valami, valahogy megbomlott, nem tud olyan támogató lenni a szülők, valami miatt nem tudnak olyan figyelemmel fordulni a gyerekük felé, valami fajta sokat van egyedül, ezért ilyen idősebb fiatalokkal kezd el együtt mozogni. Tehát, hogy azért itt vannak, Tehát akkor vannak ez nem, olyan... nem jellemző, hogy általános iskolások ebbe... Hát a bizonyos, nem is tudom, Bizonyos területeken, mondjuk bizonyos geográfiai területeken, bizonyos bizonyos jövedelmi uh -huh. viszonyok között. Tehát akkor ez nem az, ami ez, az elterjedthez tartozik. Ne, akkor azért, az, ami újdonságként érheti a szülőket, amikor mondjuk nincs ez a a szocio szociológiai vagy szociálpolitikai helyzete a családnak, hanem úgy veszik, hogy vannak szülők, van egy bizonyos tűrhető életszínvonal, a gyerek mondjuk középiskolába jár, és mégis. Na, nehéz. A, a, hát ez egyfajta, ez egyfajta divat, szerintem, ha, vagy nem itt divat, hanem egy kor szellem, inkább így mondanám, része annak a világnak, amiben vagyunk. Én szerintem az jó jel, hogyha a szülők észreveszik, mindenképpen. Mert hogy ez azt mutatja, hogy a szülő figyel a gyerekére. A rossz jel az az, amikor 19-20 évesen kerülnek el, és akkor derül ki, hogy bizony már 13-15 éves kora óta szerhasználó az a fiatal. Az, mert akkor ez azt jelenti, hogy évek teltek el úgy, hogy a a szülők ezt nem, ezt, nem, ezt okay. nem, realizálták. Nagyon nehéz, mert ehhez nem, nem kell úgymond rossz szülőnek lenni, ehhez pontosan elég az, hogy az emberek nehezen élnek, mondjuk sokat kell dolgozniuk, olyan, olyan váltásban vannak, elváltak, akár van valami betegség a családjukban. Tehát igazából ilyen apró dolgok, amik elkezdenek így, elkezdik ezt a, az átlagos életet eltolni, az elég lehet ahhoz, hogy a gyerek az kevesebb figyelmet kapjon, mint amennyire éppen a életkor szerint szüksége lenne. Ez, amikor elcsúszik a figyelmünk a, a gyerekről, akkor ő egyedül kezdi érezni magát elindulnak beindulnak benne rossz érzések, magányos lesz, szomorú lesz, akár depressziós lehet, és akkor elkezdődik egy elkezdődik valami fajta ilyen öngyógyítás, valami fajta megoldása ennek a helyzetnek, és ha a szülő nem elérhető, mert nem tudom, patchwork family mondjuk, tehát hogy nem, nincs ott apuka, anyuka, és előfordulhat, hogy akivel maradt annak túl kell vállalnia magát. Ilyenkor, ilyenkor óvatatlanul is egyedül keres megoldást. Ezek, ezek azok a megoldások, amelyek könnyen ott vannak. Akkor Lehetséges ezeknek mondjuk jobb vége, hogyha van van egy tanár, van egy felnőtt, van egy nagymama, egy nagybácsi, valaki, a, akihez tudnak a szülőn kívül kötődni, aki egy, aki egy pozitív mintát tud nekik nyújtani. Hát igen, ez egyre nehezebb volt mint a. Igen. Most arra is gondolok, hogy a virtuális életben nagyon otthon vannak, tehát mm -hmm. úgy kommunikálnak mm -hmm. egymással, hogy ezt a korszellemet, mm -hmm. amit egyébként. Mm -hmm azért szoktunk tudni régen szemmel követni, azt most már szinte szemmel se tudjuk követni, mert eltűnik a szemünk elől. Tehát, hogy ez a, az a, ha ez a snűsz például, hmm. amit úgy bedobtak a köztudatba, és nem tudom, hogy ehhez kell-e, hogy valami megboruljon otthon. Hogy, hogy a... Igazából nem kell. A pontos snűsz az azért nagyon hmm, izgalmas példa, mert hogy a snűsz, illetve hát maga, maga a dohánytermékeknek a fogyasztása és ezek a nikotintartalmú termékekhez való hozzászokás, vagy az attól való függőségnek a kialakulásához nem kell rossz családi háttér, hanem egyszerűen hát a maga, a, maga, maga a nikotin az egyik legaddiktívabb szer. Nagyon-nagyon gyorsan kialakítja a fizikai függőséget. Ezek nyilván nem olyan nagyon látványos függőségek, hogy mint egy alkohol, vagy mondjuk egy heroin elvonás, de hogyha valaki dohányzott, és megpróbálta letenni már a cigarettát, akkor tudja, hogy ilyenkor fáradékonyság, álmosság, kedvetlenség, rossz közérzet, azért ezek elég intenzíven megélt, megélt érzések. Nagyon-nagyon gyorsan kialakul a tolerancia, tehát nagyon gyorsan kell emelni az adagot, és nagyon-nagyon gyorsan kialakul a függőség, és hát a Magának a nikotinnak meg van még egy olyan szerencsétlen sajátossága, hogy nagyon rímel az egyéb, a, például a figyelemnek a, az, az intervallumára. A nikotinnak a, a kiürülése a szervezetből az nagyjából ugyanaz a 45-50 perc, amennyi ideig egyébként a figyelmünket fönn tudjuk tartani. És nagyon könnyen kialakul az a szokás, hogy amikor szünetet tartunk, nem tudom, óra, vagy munka, vagy ilyesmi, akkor egyből a a lecsökkendő nikotinszintet is elkezdjük pótolni, és így nagyon gyorsan kialakul egy olyan szokás és függőség, és szerfüggőség egyszerre, amitől aztán nagyon-nagyon nehéz megszabadulni. A, bár a, ugye a dohányzásnak a, a, a legkárosabb hatása az a, az égés termékeknek, a füstnek a bejuttatása a tüdőbe, ami tüdőrákot okoz, meg krónikus bronchitiszt okoz, de azért maga, maga a, nikotin, maga, a nikotin, is sem annyira nagyon egészséges hosszú távon. Csökkenti az érfalaknak a rugalmasságát, magas vérnyomást okoz, tehát hogy azért hosszú távon nem egy egészséges szerről beszélünk, de van egy olyan pozitív hatása, hogy például fokozza, fokozza a koncentrációt, jobban tudunk figyelni, jobban tudunk éppen dolgozni azt, amit csináljuk, sőt a, a nem egyértelmű a hatás, hogy ez hogyan működik, de a megfigyelések azt mutatják, hogy van némi antidepresszáns hatása is a nikotinnak. Például megfigyelték, hogy a depressz, hogy a dohányzó emberek, amikor depressziósak, szomorúak, akkor többet kezdenek el dohányozni. Emelik de most akkor ezt hogyan lehet azon a szinten tartani, hogy ennek van pozitív hatása? Nyilván ez egy olyan szer, ami hát valamit hmm. megold, hmm. és... És a, hmm. és a gond akkor kezdődik, hogy de mégis hozzá lehet szokni? Nem minden hmm. olyan, amihez hmm. hozzá, jó, olyan, amit ha ezt hmm. hozzá lehet szokni. Hát ez igazából, ugye itt is arról beszélünk, hogy, hogy praktikusan nem kellene, hogy a nikotin ennyire változatos formában, szabadon elérhető legyen hmm. a a társadalomban. És gondolom, különösen most a gyerekekre is gondol, hogy ott, meg a snűsz, más is a A nagyon-nagyon elterjedt a fiatalok között. Amennyire a valódi cigarettázás mondjuk visszaszorult uh -huh. ebben a fiatal korosztályban, a snüszözés meg az alternatív ilyen dohánytermékeknek, az ájkosz, meg egyebeknek a, a, fogyasztása, az azért nagyon megemelkedett. A snüszben ugye az a nagyon veszélyes, hogy, hogy tulajdonképpen teljesen láthatatlan. Tehát berakja az ember azt a kis csomagocskát a szájába, a nyálka hártyán keresztül felszívódik, és gyakorlatilag nincsen, nincsen illata, nincsen, nincsen, nincsen uh -huh. ilyen megfigyelhető, megfigyelhető látványos megjelenése annak, hogy az ember mondjuk snűzfüggő. Tehát nyilván akkor így bele tudják a gyerekek uh -huh. egymást az ön által uh -huh. hasznos, úgymond hasznos uh -huh. hatások miatt bele tudják Igen. egymást hergelni, miközben a szülőnek még nehezebb dolga van. Uh -huh. Egyrészt nincs Nincs olyan helyzetben, hogy feltételezné, uh -huh. hogy a gyereknek erre szüksége van. Valószínűleg inkább csak ez a felgyorsult és teljesítményrendszer, vagy hát lehet, hogy a kortárs csoport, és a jeleit is uh -huh. ne ezek szerint nehéz látni. Nagyon nehéz. Hát ugye a, 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 a heveny nikotin mérgezésnek van egy ilyen kicsit ilyen megszédítő... hogy me megüti az embert, és egy picit, mintha megszédülne, egy kicsit így fölgyorsul a vérkeringése, nem igazi módosult ö, tudatállapot, de azért, azért érezhetően, igen, igen, megüti, a, megüti az embert. Ami még nagyon veszélyes a snűzben, hogy egy normál, tehát egy sima klasszikus cigarettában másfél-két milligram nikotin van, egy ilyen párnácskában akár 50 milligram is lehet, tehát hogy nagyon... Tehát akkor ez hogy a... Tinédzserekre, akik között ez elterjed. Nagyon, nagyon durván megüti, megüti őket, tehát, hogy valóban ilyen hevenyikotin mérgezés állapotába kerülnek tőle, és miután ekkora adagokkal kezdenek, nagyon gyorsan nő a tolerancia, nagyon gyorsan emelik még ezt az adagot is, 10-30-50-80 80 mg párnákat kezdenek el használni, de azért ennek megvan a, megvan a, megvan a veszélye már, már rövid távon is. Viszont nem lehet nagyon könnyen észlelni, és hát minden ö, ö, függő ember azért ezt ö, nehezen szembesül hmm. azzal eleve, hogy ő hmm. valamitől függ, hiszen valami egyszerűen csak jó érzést okozott. Tehát akkor egyáltalán hogy jutnak el azok a, a fiatalok, akik láthatatlanul sütcsenek önhöz, hogy végre egy pszichológus segítségét hát, kapják? Azért alapvetően, ugye, ha egy szülő figyelmes, tehát azért. Alapvetően nem szoktuk egyet, bár egy 14 éves gyerek, egy kamasz gyerek ugye pont azon a határon billeg, hogy időnként nagyon felnőtt akar lenni, időnként még nagyon gyerek tud lenni. A, egy, egy átlagosan figyelmes szülő azért időnként bemegy a gyereknek a szobájába, megnézi, hogy mi történik ott, hogy van, nem tudom, rendet kell Már csinálni. Már a privátszférának a megsértését e, súrolja igen, a mai de néha azért be lehet kopogni, hogy fiam, Érszem. hoztam a reggelidet, vagy lányom itt a teád, vagy tehát, hogy azért be lehet, be lehet, jutni hozzájuk, be lehet menni, lehet, lehet azért látni, hogy elölhagyta egy dobozt, vagy esetleg sok dobozt, vagy meg azért lehet beszélni a, nem tudom, az osztályfőnökkel, vagy a barátnak a szüleivel, tehát, hogy azért, azért ha ha hétköznapilag van elég figyelmünk a gyerekre, akkor ezeket föl tudjuk fedezni, és akkor lehet vele beszélgetni. Ha van elég hétköznapi bizalom, akkor azért a gyerek elmondja, hogy mit csinál meg. Pláne, hogy viszonylag egyszerű, fiam, mi ez a doboz, és akkor így elmondja, hogy hú, ebben snűsz van, és akkor beszélgetünk vele. Tehát ők elmondják, mert akiket nyilván idősebb mm. korba kerülnek önhöz, azokból kihúzni kell, vagy hát nem tudom, hát, valahogy oh, egy mm. hosszadalmas folyamat az, amire egyáltalán nem jut oda, hogy neki segítség kell. A gyerek az nem pont így működik, akkor még... Hát nem pont így működik a gyerek. De hát azért ez, a, ugye, ez úgy néz ki, hogy mondjuk egy 18 éven alattinak a, a konzultációba vételéhez nem is, tehát ő nem is jöhet el egyedül, hogy ő konzultációra, terápiába akar járni. 18 év alatt mindenképpen kell mindkét szülőnek a beleegyezése, hogy terápiába, konzultációba járhasson. Tehát, hogy, hogy azért ez nem, nem annyira ők keresnek meg, hanem tényleg ilyenkor a szülő észrevesz valamit. Szerencsére bejön, van egy ilyen közös konzultáció, még a gyerek nélkül, hogy akkor miről szól ez a helyzet, és akkor utána, ha úgy ítéljük meg, akkor bejön a gyerek, vele is van egy konzultációnk, amikor a hármasban, vagy hát a szülők is jelen vannak, és hogyha tényleg úgy ítéljük meg, hogy a gyereknek valamilyen további támogatásra van szüksége, bizonyos körülmények, vagy helyzetek okán, akkor ő elkezd hozzám járni, vagy egy, vagy egy kollégámhoz, és akkor elkezdődik egy konzultáció, vagy egyfajta Mm -hmm. feldolgozása annak a helyzetnek, ami kiváltotta esetleg azt, hogy a szerhasználatot akár uh -huh. csak a snüst is, ez azért ez egy egyszerűbb helyzet, de van, ahol mondjuk komolyabb szerhasználat van, gyógyszerhasználat, vagy akár illegális szerek, vagy éppen alkoholhasználat, ott azért gyakran a háttérben van olyan, van olyan, van olyan, van olyan trauma, valami fájdalom, valami egyedül baradottság, amivel szükség van a, a a fiatalnak arra, hogy egy ilyen pszichológiai támogatást kapjon ennek a helyzetnek a megoldására. Pszichológiai támogatás alatt mit kell érteni? Beszélgetést? Ez vagy beszélgetés. ennek van egy. Ez... Ön nyilván tudja, hogy hova akar kiukadni. Hát nem, nem tudom, nem. hogy hova akarok ki. Hát a bizonyos Vagy legalább, hogy milyen úton kell, akar elindulni. Bizonyos, és bizonyos értelemben hát tudom, hova akarok kiukadni. Látom, hogy ott ül velem szemben egy fiatal, akinek az életében történt valami, amit aktuálisan megoldhatatlannak érez. És akkor igazából a, valahogy, valahogy azt szeretnénk, hogy ez, ez megdolgozódjon benne, ezt a helyére tudjon kerülni. Tudom, én, én mondok egy közhelyes példát, amivel nagyon gyakran találkozunk, a szülők vállása. Hogy, hogy nagyon gyakran a szülők igyekeznek ezt a vállást sokáig eltit, a rossz viszonyt egyáltalán eltitkolni a gyerekek elől. Gyakran a gyerekek nem egy folyamat végeredményeként találkoznak azzal, hogy a szüleik elválnak, hanem egyszer csak leülnek velük az étkezőbe, hogy na, fiam, lányom, szüleid elválnak. A Ebben a korban a nagyon gyakori az az érzés, hogy valahogy saját magát kezdi el hibáztatni ilyenkor a fiatal, minthogyha valahogy ő tehetne arról, hogy mindezt nem tudatosan, de hogy mégis van egy olyan megélés, egy olyan érzése, hogy biztos ő tehet arról, ha jobban tanult volna, ha ezt jobban, azt jobban csinált volna, akkor a szülei biztos nem vesznek, nem vesznek rajta össze. Ettől, ahogy saját magát hibáztassa, például ez egy, ez egy elég ok lehet arra, hogy valahogy kiváltson valami, ugye maga a helyzet is nehéz, plusz még saját magát hibáztatja, ez beindíthat ilyen önhibáztató, depresszív folyamatokat, amikből nagyon nehéz kijönni, elkezdődik egy ilyen szerhasználat, mert az akkor könnyebb megoldani a helyzetet, és itt tulajdonképpen az a cél, hogy a gyerek meg tudja Élni azt, hogy ő nem okozója ennek a helyzetnek, hanem egy áldozata, egy elszenvedője. És hogy valahogy eljutatni őt oda, hogy bár a szülei elváltak, azért nem veszítette el se az anyját se az apját, hanem ők megmaradnak, csak maga ez a családi viszony változott. De ez egy folyamat. Ezt most azt én tudom, hogy hova akarok eljutni, az sajnos nem elég, hanem végig kell vele járni azt az utat, ahogy ő ezt valahogy meg tudja dolgozni magában. Ennek a beszélgetések során valahogy neki kell erre a gondolatra jutnia, valahogy abban lehet támogatni, hogy fölismerje, azt, hogy mennyire, mennyire, mennyire félreértette ezt a helyzetet. És ez, ez egy folyamat néha gyorsabban megy, néha lassabban megy, de itt kevés az, hogy én tudom, hogy hova akarok eljutni, mert itt oda akarok eljutni, ahol a gyerek elvezet engem, vagy a fiatal elvezet engem igazából. Itt, itt mindenképpen kell egy nagy türelemnek lenni. Ez nem olyan, mint egy, mint mondjuk egy ilyen felvételi előkészítő, uh -huh. ahol a eleget gyakoroljuk a példákat, hanem itt neki a saját magában kell ezt valahogy <kül> meginduljon ez a dolog. Arra is akartam utalni, hogy nem csak arról van szó, hogy beszélget, hanem tudja, hogy milyen mechanizmusok játszódnak le, mert nyilván nem csak egy, egy melegszívű ember, egy pszichológus, aki hajlandó meghallgatni. Van másokat. ebben? Hát a, a, alapvetően. A, Alapvetően nyilván nem véletlenül tanul egy pszichológus annyi mindent, az se, az se tehát hogy öt éves a a a, master képzés a pszichológián. Az öt éves, plusz hogyha valaki utána valamilyen irányba tanácsadó, terapeuta akar lenni, akkor azért nagyon komoly több éves szakképzéseket kell elvégezni. Hát nagyon komoly kiképzése van egy pszichológusnak abban, hogy tényleg ő, segíteni, tudjon. De azért az alapvető dolgok azok, azok azok, egyszerűek. Ez az úgynevezett támogató empátia. Megértem, amit mond, elfogadom az ő helyzetét és támogatom őt a, az életében. Ezt persze könnyű kimondani, csinálni, néha nem olyan egyszerű, de hogy igazából ez erről szól. És igen, az a sok képzés, az addiktológiai konzultáns képzés, a tanácsadó képzés, a klinikai szakképzések során valóban tanulunk olyan olyan eszközöket, amikkel, amikkel valamilyen módon tudjuk azt a, 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 ezeket a személyes feldolgozó folyamatokat a klienseinkben, támogatni. Kétségtelenül igaz, de hogy a... Hát, hogy csak nem, nem pusztán humán szakma arra célozta. Nem, 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 nem. Persze ennek nagyon komoly szakmai tudományos háttere van. Nagyon sok kutatást ö, vége, végzünk, végeznek az a pszichológusok abban, hogy az emberi viselkedés hogyan alakul ki, miért pont olyan. Nagyon sokat tudunk már a a, az elmének a sajátságos működéséről, a sajátságos logikájáról. Nagyon fura ez néha, hogy, hogy hát ezt értsük persze bizonyos megszorításokkal, de hogy, hogy az embereknek az elméje, az embereknek a gondolkodása, az embereknek az érzelmeinek a kialakulása, az emlékezete, az szinte ugyanolyan pontosan megfeleltethető emberről emberrel, mint ahogy a tüdőnknek vagy a szívünknek a működése. És persze tudjuk, hogy a tüdő meg a szív működésében is nagyon-nagyon nagyok az egyéni sajátosságok, ugyanígy nyilván az érzelme, gondolkodás, emlékezett elme működésében is nagyon nagyok az egyéni sajátosságok, de mégis van egy olyan nagy közös rendszere, egy nagy közös alapja, ami minden emberben tulajdonképpen közös, és, és, és a mély. És ezt meg... lehet kutatni. Igen, igen, és ezt És lehet az kutatni. egyénihez kell a humán rész? Igen, igen, működő igen működő és az egyénihez kell ez a, ez a, személyes megértés, hogy, hogy az elfogadás. Mert azzal nem... Nem tudjuk, ez egy nagyon fura sajátossága az emberi elme működésének, hogy bizonyos, hmm dolgokban, saját magunknak a megértésében, és az, hogy a saját életünket valahogy úgy jobban kézben tudjuk tartani, bizonyos megfigyeléseknek egyszerűen nem tudunk kívülről ilyen megfigyeléseket befogadni. Ezeket, a, ezeket, a, ezeket a, a, a bizonyos ilyen alapvető megéléseket saját magunkról ezt nem mondhatják meg nekünk kívülről. Ez csak akkor működik, hogyha mi magunk tudjuk ezt megélni, és belülről jön meg ez az érzés. Ez nagyon fura, de tényleg így van. És a, 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 ez, a, ez, a, ez, a, ez a pszichológusnak a működése, a konzultáció, a terápia, az gyakorlatilag arról szól, hogy ehhez a belátáshoz vezesse el a klienseket, mert ekkor tud igazi, igazi megélt, nem tudom, változás mondjuk bekövetkezni, hogyha ezt nem tudjuk kívülről bevinni, hanem ezt mindenkinek magának kell előásni. És ebben ugye az a veszélyes, hogy a valóság néha... Önmagában is veszélyes, és hogyha megéli, akkor már, már kárt tett magában. Minden esetre, hát ez, ez nagyon érdekes út, és nagyon fontos az, hogy hogy tényleg ragaszkodjunk a valósághoz, és Igen. próbáljuk figyelni magunkat is, gyerekeinket Igen. is, Enélkül önhöz is hiába. Bízunk, ködik. bízunk nyugodtan a gyerekeinkben. Tehát azért az az érzés, hogy 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 nem tudom, azért a, a, nagyon sokszor találkozom olyan helyzettel, hogy azok a szülők, akik eljönnek hozzám, azok ilyen, nem tudom, tök jó emberek, jól teljesítenek a munkahelyükön, egzisztenciálisan a helyük vannak, műveltek, kultúráltak, szeretik egymást, és valahogy, valahogy mégis a gyerekükkel kapcsolatban van valami, van valami ilyen ijegység így a kamaszkor környékén, hogy, 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 hogy én mindenkinek mondanám azt, hogy ha ő föl tudott nőni, ha ő összetudott rakni egy ilyen életet, akkor bízom meg a gyerekében is, hogy, 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 hogy hogy, hogy ő is meg fogja tudni csinálni, és ezt azért nagyon fontos, mert erre nagyon érzékenyek a fiatalok, és ez az önértékelésüket ez építi, ha azt érzi, hogy az apám bízik bennem, az anyám bízik bennem, akkor ő is bízni fog magában, és inkább fog megfontoltan cserekedni, mint megfontolatlanul, hogyha érzi ezt a bizalmat. Ez remek végszó, és különösen a nagy családi együttlétek előtt. Nagyon köszönöm a beszélgetést, Kürti Lászlónak. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Márk Tibort, az áral szemben érkezett hozzánk. Szerusz Tibor. Szerusz Katalin, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Hogyha drogról beszélünk, akkor le, meg lehet úgy is közelíteni, hogy, hát, hogy gyakorlatilag a, a korszellem szerint ez már szinte elkerülhetetlen, tehát jobb, hogyha arra készítjük fel az embereket, gyerekeket, hogy hogyan lehet ezzel még mindig élet szerűen bánni. De te elsősorban a prevencióba vagy érdekelt, mivel úgy találta talán saját példából is, hogy jobb lenne ezt az egészet inkább megelőzni. Akkor ez lehetséges, vagy együtt kell ezzel a témával élni, vagy mi a te tapasztalatot, hogy ö, valóságos talajon tud állni az, hogy ö, kikerülhető ma egy gyerek számára az, hogy kipróbálja a drogot? Hát ö, ugye ez nagyon sok verziója van ennek, nagyon sok ágazata van, de talán a, a legfontosabb, amit mondtál, inkább a megelőzés, inkább a prevenció mert egyszerűen az van, hogy ugye itt nagyon sok, ugye ebben a témában már nagyon sok témát hallhattunk már rádió, tévé, az orvos mit mond, a sztár doktor mit mond, ki mit mond, ki hogyan, de végül is akár honnan is nézzük, mégiscsak a megelőzés lenne, ami a talán a az egyik olyan legfontosabb dolog, ami miatt kap információt. Ugye a megelőzés az nem más, mint információ megosztás, ami azt jelenti, hogy, hogy kell, hogy beszéljünk arról, hogy a mi időnkben, mert régen ez volt a szöveg, hogy bezzeg a mi időnkben. Oké, de ez a bezzeg a mi időnkben, ezzel így, így, pont volt a végén, és így le volt zárva, de nem volt elmondva, hogy bezzeg a mi időnkben mi volt. És azok a fiatalok, akik mondjuk most tinédzserek, nekik a szüleik már valóban már szinte majdnem mindenki érintett volt a drog, az alkohol, az egyetemistáknál, a, 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 a szociális ivók, meg, tehát megvan mindenkinek a maga kis függősége, szinte minden embernek, vagy talán ki lehet jelenteni, hogy minden embernek van valami kis függősége, valamilyen területe. Te azt, hogy most káros, vagy nem káros, vagy honnan nézzük, milyen szempontból, ugye ha már az evésre gondolunk, vagy az édességre már akkor is rögtön jön, hogy az, akkor az is függőség, az is káros, tehát de a lényeg az, hogy azért lenne jó a, a prevencióval megfogalmazni ezeket az eseményeket, mivel mindenki... Valamilyen területen érintett, és családon belül, amikor beszélek ezekről a dolgokról, ugye közben van olyan, hogy 50-60 éves emberek jönnek rád bizonyos dolgokra, miközben beszél a gyerekkoráról, vagy beszél a gyerekkori dolgairól, hogy ú, neki például az ott egy, egy, egy veszélyes olyan állapot volt, amit nem tudott feldolgozni, és, és automatikusan élünk. Tehát arra gondolok, hogy most hallottam egy egy interjúban, olvastam, hogy ugye két telefon egy Igen. fiatalnak a drognak a megszerzése. Ez a mi időnkbe volt. Ők most küldenek egy brokkoli emojit az osztálytársának, és már ennyi volt. Tehát annyit változott már a. a és ezért még nagyobb a, a fókusz a prevenciónak, mert. Régebben valóban kettőt kellett telefonálni, hogy tudjunk hozzájutni valamihez, amit úgy nagyjából lehetett vélni, sejteni, hogy attól majd mit fogunk csinálni, milyen hatásai lesznek, és egyéb más. Most pedig. Ö, Egyszerűen kap egy, egy, egy ilyen csipetnyi dohányt, amit amit nem lehet tudni pontosan, hogy micsoda, de az a lényeg, hogy van a, a, az irodalomban, van ugye ez a szöveg, hogy bevezetés, tárgyalás, befejezés. Ezek a drog, mostani drogok rögtön a bevezetéshez juttatják Vaj, befejezéshez? az ember. Rögtön a, beve, a, 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 a végéhez a, a jutnak. Hez, uh -huh. A mai fiataloknak van egy olyan, olyan életérzésük, hogy egyből a végére akarnak annyi impulzust kapnak folyamatosan, hogy most a hallgatóknak mondom, hogy ami minket ért impulzus mondjuk egy év alatt, őket körülbelül két, de legkésőbb három hét alatt éri ugyanannyi impulzus, és mivel ez egy feldolgozatlan, nagyon gyors, nagyon, nagyon durván az érzelmeik, a, a depresszió, minden, ami mi, bennünk volt, szorongás, stressz, depresszió, félelem, minden, ő náluk hatványozódik, felszínes, de mégis hatványozódik, és az érzelmeikkel, mivel nem nagyon tudnak mit kezdeni, ezért nagyon gyorsan, például az alkoholnál is, hogy ö, 24 ezer fiatalnál voltam ez idáig, és ö, arról számolnak be, hogy gyorsan akarnak, szóval nem a hogy akarnak inni egy pohár pesgőt vagy kettőt, hanem rögtön tömény vodkával akarnak minél gyorsabban a hányos részezel eljutni. Ö, és a mai drog ezt idézi elő. Tehát, hogy mondok egy példát, ugye a hallgatók is tudják hogy régen, amikor beszívott az ember, akkor történt három-négy óráig, így nevetgélt, el volt ilyesmi. Na ők most egy darab beleszívást helyeznek ebbe a cigibe, és gyakorlatilag azonnal, amit lehet itt gyönyörűen látni vidéken, Budapesten, mindenhol, abba a zombi állapotba kerülnek be azonnal. A két-három telefonra azért nincsen szükség, mert ugyanúgy, ahogy mi is tudtuk pontosan az osztályunkban, hogy ki az, akinek szerelme van, ki az, akinek elváltak a szülei, ki az, aki már cigizik, ki az, aki már ivott, ki az, aki már, már, esetleg már olyan dolga, ki, kinél van pornóúság. Most ezek ugyanígy vannak. Tehát hogy azért mondom, hogy automatikus, mert ez egy folyás, ez egy sodrás, ami, és akkor ami még automatikus. Ugye ott van az a látencia, amit mondasz, hogy csak egy emo hit küld, ezt nem látja a szülő, nem, és, ne, és, nem tudja ugye a folyamatában se beleavatkozni, hiszen ha öt perc alatt leissza magát, akkor ugye ott nincsen sok beszédre hely. E, azt, amit mondtál, hogy egy, erről lehet beszélni, hogy hát már a szülőknek a korosztályában is ez megvolt, ez e, mennyire ijeszt meg egy gyereket, ha azt látja, hogy de hiszen hát az apám, anyám is ilyet csinál, tehát hogy tud-e ugyanolyan bizalommal nézni rá, vagy pedig e, a, akkor ő is könnyebben belesodródik. Sőt, Ugye most már a fiatalok mellett elkezdtük a szülőkkel is az értekezlés, ilyen szülő értekezletnek nevezték el, de közben itt ez pont nem erről szól, de mégis az a lényeg, hogy a fiatalok iszonyú empatikusak. Tehát, hogy ha a szülő el tudja ezt úgy, le tudja úgy kommunikálni, mert ugye ennek megint mindig a kommunikációra lukadunk ki, de ha le tudom azt úgy kommunikálni, eleve ismerem a gyerekemet, tudom az iskolát levő problémáit, meg ilyenek. mert az, hogy mi volt a suliba semmi, hogyha ezzel lezárjuk, akkor biztos, hogy a gyerek nem őszinte, akkor nincs, nincs semmiféle kommunikáció. De ha mondjuk csak saját példát emelek föl, hogy mondjuk a, a gyerekemet csúfolják, és mondtam, hogy bemegyek és rendet rakok, és mondta, hogy nem, 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 ő szeretné intézni, és ez jó sokáig elhúzódott, de most már megoldódott, de ő akarta rendezni. De tudtam a dolgáról, tudtam, hogy megvan ez az esemény, van egy egy bántás az osztályon belül, vagy ilyesmi, de mégis ő akarta rendezni. Na most, amikor ilyen információim vannak, akkor, akkor viszont, amikor én elmondom, hogy nálam is volt egy ilyen dolog, vagy a, mindenkinél megvannak ezek az események, mindenki vissza tud emlékezni, és talán ami a legfontosabb, ugye, mivel keresztények vagyunk, ugye azt mondta, hogy Jézus Krisztus, hogy megváltott minket az atyáinktól örökölt hiába való életből, hogy ne ugyanazt az életet kelljen élniük a gyermekeinknek, amiket már nekünk kellett. Megélni. Na, de akkor azt ő hogyan fogja megérteni, ha nem mondom el neki, hogy például én ezen a területen elbuktam, itt is elvéreztem, itt se voltam, itt se tudtam helytállni. Ez a területem sem. Van. De ez elég... más, hogyha engem csúfolnak, és más, ha én magam szedek be valamit, vagy iszok meg valamit. Igen, igen, csak ez más? most a következményre akarok még egy pillanatra rámutatni, hogy, hogy maga a folyás, vagy mondok egy nagyon meghökkentő dolgot. Oda került hozzánk egy lány egy nagyon-nagyon súlyos állapotban, kábítószer és nagyon sok dologban, és kiderült, hogy, hogy hát így molesztálva lett így a, a otthon, és aztán elment, és minden-minden, és közben helyreállt, és a, nagyon érdekes volt a szalagavatója, mert hogy jelessel érettségizett, ö, 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 beszélgettem az anyukájával, és mondta, hogy még ö, ilyen kicsit, ilyen kevélyen is, hogy hát mi nem, nekünk soha nem volt közünk a droghoz, vagy az alkoholhoz. És akkor, így, és akkor így végigfutott, hogy az ember a saját függőségében nem is nem, ne, annyira otthonosan érzi, hogy nem is érzi drámának azt a dolgot. Tehát, hogyha ha én nem iszok alkoholt, és látok egy alkoholbeteget, vagy egy folyamatosan ivó ember, akkor én azt könnyedén meg tudom vetni. Vagy mivel magamból indulok ki, ezért én nem. És aztán ez az anyuka bemondta, hogy hát mi pornót néztünk. És olyan, mint hogyha ezt a kettőt így ketté lehetne választani, vagy súlyabbra nagyobb dolgot lehetne tenni, az egyik súlyosabb, mint a másik, vagy ilyesmi. De akkor nem is tudott róla, hogy a lányad Ha, ne tudta, ha, ha Hogy ne tud, hát, hogy mindenről tudott, tudott. De akkor miért mondta, hogy ez nem probléma? Hát azért mondta, hogy ez nem probléma, mert az ő függőssége, hogy a, a, a férjével, ugye ők pornót néztek, az nem volt akkor a mint az, hogy a lányuk drogos. Csak hogy a lány miért lett drogos? Ugye ezt, de és ezt a szülők is tudják, hogy miért lett drogos. Tehát ez nem egy zárt, ilyen, ilyen dugott, titkos, susmus izé. Ezt mindenki tudta, hogy miről beszélünk. Csak a jelenséget akartam bemutatni, hogy milyen érdekes, hogy egy anyuka arra mutat, hogy hehehe, -he -he, mi nem voltunk ilyen izék, mindez de, itt de, de közben meg az a trauma, ami, meg, ami miatt a lány meg ebbe lett, de most a trauma és trauma közben, mert ugye nagyon sok pszichológus a traumánál fogja meg, de Ugye, mivel olvasuk a Bibliát, ezért látjuk, hogy ez egy folyás, tehát ez egy, ez egy folyamatos, uh, automatikus, tehát hogyha valakinek függő valami, valamilyen területen függése volt, és ezt el tudja kommunikálni a gyerekének, hogy nekem ezen a területen problémám volt, hogy jelentkezik, hogy jött be, így úgy, amúgy, akkor a gyereknek egy nagyon nagy empátia fog kialakulni, tud róla, hogy az micsoda, nem a, a TikTokról fogja begyűjteni az információt, hogy mi is a pornó, vagy mi is ez, vagy mi is az, és lesz neki egy nagyon jó, nagyon jó képe, és ami a legfontosabb. Hát ez olyan, mintha oltást kapna, immunitást tud nyerni, hogy akkor viszont ő ne sodródjon bele egy másik függőségbe mert tudja, hogy hát beszélyeztetett ilyen módon? Igen, meg ennek van egy ilyen, van ennek egy nagyon érdekes érzelmi kötődése, kapcsolat, amikor ilyen tabu témáról lehet beszélgetni. annak, annak van, egy, van egy atmoszférája. Van egy... Hogy marad meg egy, egy, szülőnek a, a példa, tehát az, hogy bele tud kapaszkodni a gyerek egy jó példába, hogy érdemes élni, mert tudok előre jutni, hiszen a szüleim is előjöttek, és akkor kiderül, szerintem Kicsit túl korán, gyerekkorba, hogy a szülőm nagyon is esendő. Tehát erre az ember később szeret rájönni, nem minél előbb. Hát én úgy szoktam mondani, hogy apátok kompakart lenni, de nem komplett. Három gyerekem van. Én, én, ezt látom megoldásnak, hogy, hogy egyszerűen muszáj elmondani, hogy nem vagyok tökéletes. Hogy egyáltalán... De mikor? Hát még megmondom őszintén, hogy én a feleségem már nagyon-nagyon korán, amikor előjöttek az első ilyen, mondjuk összevesztem a feleségemmel például, akkor, akkor nyilvános bocsánatkérés, de elmondtam nekik, hogy, hogy sajnos ez, 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 a területem, ez, ez nem annyira jó, vagy, vagy nem tudom. De akkor és... hogy tud egy gyerek biztonságot találni a szüleibe, hogyha érted, még az sincs, hogy akkor nem azt gondolja, hogy tökéletes az apám, de hogy mégiscsak egy jó példa, hiszen valami kell egy stabil talaj egy gyerek lába alá. Hát a, a kell, a stabil, meg minden, ez abszolút igaz, csak annyira kaotikus már, a, a, amit mondtatok, ez a világ szellemisége, meg ez az egész világ, hát már gyakorlatilag alig, alig lehet fölmutatni. Egy osztálynak a felének a szülei elválnak, tehát ott már, ott már azért nagyon nehéz azt mondani, hogy, 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 hogy ott, 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 ezért foglalkozunk, ugye prevenció, és ezért foglalkozunk szülőkkel is, meg, meg, gyakorlatilag most már minden, mindenhol próbálunk beszélni arról, hogy, hogy hát Jézus Krisztus tudott minket is megmenteni. Mi is csak Jézus Krisztus son keresztül tudtunk megváltani. Ugye ő a szabadító, és ugye sokszor az van, hogy hogy ugye gyógyító is, de, de ugye a tízleprás példázat az jó volt, hogy a kilenc, a tízből csak egyöt vissza megköszönni. Hogy, hogy, mi sokszor azt hiszük, hogy á, Jézus csak meggyógyít, jó, köszönjük szépen, és megyünk, de nem, hanem szabadít, hogy meg kell szabadulnunk folyamatosan azoktól a sok rengeteg tehertől, amit mi okoztunk, mi szereztünk, a szüleink, amik ránk hagytak, a nagy szüleink, amik ránk hagytak, és ahogy haladunk, egyre jobban tisztulunk meg arra, arra a, ahogy mondja is, hogy az igazság szabaddá tesz bennünket, hogy ebben a szabadságban egyre több dologra kezdünk rájönni, kezdünk egyre empatikusabbak lenni egymással, gondolok a házasságomra, gondolok a gyerekemre, hogy le tudok hozzá hajolni, hogy az úr is mondja, hogy engedjétek hozzá a gyermek, vagy még olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Tehát, hogy mi sokszor ilyen annyira ez a felnőtt gyerek generációban gondolkodunk, de közben meg mindannyian hogy mondja is az Úr Ábrahámnak, hogy mint a fővány. Tehát, hogy akkor a két porszen veszekszik, hogy ki a nagyobb. De mégiscsak egy, egy apának, ugye tekintének is kell ezt is mondja a Biblia. És, és biztos azért, mert az egy, ad egy biztonságot, tehát, hogy nem traumatizálja tovább a gyereket, hogy nulla biztos pont marad így. De azt is mondja, hogy tudom, hogy Ábrahám meg fogja tanítani a gyermekeit azt is tudom, hogy megfogja, hogy át fogja adni, hogy így, úgy, amúgy, és ezeket a tanításokat, ezeket nem tudjuk lespórolni. És hogyan taníthatnám a legjobban, hanem a saját példázatomból, mert a Bibliából olvasunk valamit, hát jó, igen, Jónás mehetett volna első kanyarba és például megmenteni Ninivét, vagy tenni, amit az Isten megparancsolt neki, de nem, hanem saját példázaton keresztül, hogy mondjuk látott engem veszekedni a feleségemmel, és most meg például azt mondja, hogy nem, nem, milyen rég veszekedtetek. Na, hát ez mondjuk egy tök nagy dolog, hogy akkor tudom mutatni a folyamatot, és ugye ez pontosan tudja, hogy nem az vagy hogy ú, akkor most a ház előtt elmondok, nem tudom, öt mi atyánkat, és most nagyon összeszedettem, bemegyek a házba, és nem veszekszek, hanem hogy már egyre jobban ezek a e, szabadulások, gyógyulások, megértések egyre jobban tudnak működni. Tegnap voltam egy kőkuton, egy nagyon érdekes volt, egy fiatal mondta, hogy, hogy Tibibá, amikor beszélsz, utána mindig így csesz, ühü, ühü. és így néztem, hogy nem, nem tudom, nem. éreztem, nem volt a torkommal semmi, nem értettem, hogy miért, és egy két-három pillanat múlva megint jött, hogy na most megint csináltad, és egy dúdolsz, és akkor ja, mondom, azt szoktam, tudom, <laughs> tehát, hogy így, hogy így tényleg, hogy így az öröm, öröm fölszabadul, és hogy, és hogy nyilván bízunk a gyermekeinkben, de, de nagyon fontos, hogy, hogy, tudja, hogy milyen vízben úszkál. Hogy, hogy mi van ma a világban, hogy, hogy mi van a, az interneten, mi folyik az osztályban, hogy ők ezt tudják, csak hogyha elmondja, hogy figyelj ide, most például egy lányt elvittek, mert túl sok energiaitalt, akkor tudunk beszélni az arról. De ha azt mondja, hogy nem volt a suliba semmi, akkor én, mint szülő, bizakodhatok, meg imádkozhatok, és ez nagyon fontos, és abszolút kell is, de ez a mai világban szerintem nagyon kevés. Arra mit mondasz, hogy mindenképpen találkozni fog vele, és ki fogja próbálni? Tehát az, hogy mindenképpen találkozni fog vele, az ö, még könnyebben lenyelhető, de az, hogy mindenképpen ki fogja próbálni, az kevésbé. Hát ugye a, a, most ugye itt a, szak, a szakma azt mondja, hogy ugye a, a szülők, ha bármilyen függőségben voltak, akkor 60%-a... Ki fogja próbálni, mert a függőségi vonal az automatikusan megy tovább. A, 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 a... De immunizál, hogyha mondjuk tudja, hogy a szülő kipróbálta a gyerekkel ezt megbeszéli, akkor a gyerek jobban oda tud figyelni rá, hogy ő ne essen ugyanabba a hibába? Hát Vagy felszabadítja, hogy hát hiszen a nem, az nem, 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 hát persze, hát nyilván azért, azért az, aki, az, aki józan gondolkodású szülő, felelős szülő, azért, azért elmondja, hogy mekkora becsapás egy extázit bevenné, és hirtelen szeretek mindenkit, mikor az én családomban inkább ez a vonalas irányzat ment, jobban hirtelen mindenkitől lelgetek meg ilyenek, tehát hogy ez mekkora becsapás, mert utána ez, amikor el Múlik, akkor még az a távolságtartóbb életérzés is, még távolabbi távolság életérzéssel fog rendelkezni, és egyre inkább lesznek az emberek magukat szeretők, és és minden egyéb. Tehát, hogy ezek azért, ezek a, ezeknek a valóságait, ha elmondja az ember, akkor a korrektség megkívánja, hogy úgy mondjuk el, ahogy van. Az, hogy találkoznak-e vele, az száz százalék. Tehát, hogy most arra gondolok, hogy most megint a mi időnk, de a mi időnkben 2500 forint kellett ahhoz, hogy az ember elmenjen, vegyen egy füvet. 2000, hogy vegyen egy extázit. Ha jobb, tehetősebb volt, akkor 12000, hogy kokaint, vagy heroin tudjon venni, vagy ilyesmi. Ezek azért nagy összegek. Ma 100, 200, 300, amennyi pénze van az embernél, egy pulóvert odaad, kap érte, mit tudom én, öt ilyen csipetnyit, akármit, valami fehérport, ezt, azt, azt, és egyszerűen az van, hogy annyira, annyira annyira magával ragadó ez, a, ez az esemény, hogy egy, egy sluktól, egy beszívástól azonnali hatája belekerülök egy olyan állapotba, amit, amit, amit se alkohollal nem tudok, semmi mással nem tudok megoldani. Azért ennek van egy nagyon erős, hogy a, 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 hallottuk, ugye a marketingje, ennek egy nagyon erős, és, és, mindenki fog találkozni. Az, hogy ő most ebbe beleszív, vagy nem szív bele, az, az, az inkább már itt ennél a résznél, inkább a, a szülői vonal. Mert az, hogy tanulj, fiam, mert nem viszed semmire, nem tudom. Az egyetemeken, a kollégiumokban, meg mindenhol most a hallgatók is tudják, hogy mi zajlik egy ilyen helyen. Na, ezt most meg kell szorozni nagyon sokkal, mert nagyon sokkal durvábbak az események. És, és minden, ami a mi időnkben, tehát így kell, szerintem ez a legkorrektabb. Minden, ami a mi időnkben volt, koncertek, bulik, ide-oda, ez most hatványozódva van. <laughs> Nem lettem, hogy mondjam, bizalomdúsabb a jövőt <laughs> Na, de akkor igen, na és igen, na és ez ami a, ami a legeslegfontosabb, hogy, 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 akit a fiú megszabadít, az valósága szabad. Tehát Jézus Krisztusnak a, 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 az, egész, az egész megváltásnak a lényege az az, hogy az Atya annyira szeretett bennünket, hogy elküldte a legdrágábbat az egyszülött fiát, hogyha mi ezt elhisszük, akkor ne halljunk meg, hanem örök életünk legyen. Aztán Jézus megtette a Golgatai keresztfán, kiüresítette magát, meztelenül, verték teljesen megalázták, megszégyenítették, meghalt, harmadapon föltámadt, és akkor ez idáig nagyjából mindenkinek ez a rész így megvan. De utána az, hogy elküldte a vigasztalót, a Szent Szellemet, hogy elvezesse bennünket minden igazságra, és az igazság tesz bennünket szabadokká, és ez, ami a legfontosabb, hogy, hogy Istennek a szelleme az szintén egy függő állapotba hoz minket, ugyanis függő állapotnak lettünk teremtés, és ez ami a lényeg, hogy mindenki egy függő személy, mindenki, mert Isten így teremtett. Csak mi a hamisítvány után megyünk, kis csoki, kis süti, kis boldogság, kis ház, kis tisztesség, kis, 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 és közben pedig pont az a lényeg, hogy megyünk a nagy tömeggel a sodródást, ami mondja, hogy sokan vannak azon az úton, tágas az az út, ami a veszedelemre visz, de keskeny az az út, és kevesen vannak, ami az életre visz. És és ez, ez ami a legfontosabb, hogy ezért nagyon fontos a Szent Szellemnek a személyét hangsúlyozni, mert amikor az ember találkozik Istennek a szellemével, akkor tudja, hogy uh, megjön ez a hazaérkeztem, ez a rendben van, ez a egy nagyon híres, kb. 45 éve foglalkozik függőkkel professzor úrnak az ajtaján van kírva, hogy a drog van valami helyett. És ez egy nagyon, nagyon, találó, erős, jó mondat, hogy tehát, hogy valami helyet van a drog, és ez a valami, ezt keressük sokan, fiatalon, egészen fiatalon, van, aki csak időskorában jön rá, hogy oppa, hát az egész egy zsákutca volt az életemnek egy nagy része, és hogy ebben a keresésben nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ebbe bele tudjunk valóságosan állni, és de ehhez meg megint, meg megint az kell, hogy megint őszintének kell lennem magamhoz, hogy ez itt ebben a ponton nem jó. Mi most azért beszélünk már erről, mert már megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor, amikor vakon tapogattunk és mentünk, és nem tudtuk, hogy hova és mi lesz a holnap és hogy hogyan, és milyen az, amikor most már látunk és, és tudjuk, hogy milyen az. Amikor nincs ingerem arra, hogy például összeveszek a feleségemmel, nincs ingerem arra, hogy most mindenáron csak berúgjak, beszívjak, mindenáron bulizzak egyet, vagy minden, és ez nem kötelesség, nem valami feszültség, valami kötelező megfelel, nincsenek megfelelési rendszerek. Ugye azt mondja, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És mi embereknek a legnagyobb problémánk a félelem, és a félelem miatt jönnek a hazudozások, és jönnek a menekülések, a kompenzálások, meg egyéb más dolgok, és ebből lettünk hála az Isten meg megváltva. És Tehát ezt nincs drogokra. Nem, igen, nem, de, és ez, de, de, igenis a szülőknek meg igenis ez hitelesen kell elmondani, hogy figyelj gyerek, ezen a területen ó, ó a sötétség volt. Nagyon, na szeretem, hogy a feleségem is őszintén elmondja, hogy figyelj, de nem tudtam egy mondatot helyesen leírni. És ez, 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 ciki, nem ciki, minket ez nem zavar, mert ez igaz. Mert már meg vagytok Így van, vele. és most már tud teljesen írni, sőt. Tehát, hogy, 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 ez mennyire fontos, hogy, hogy az ember, mert sokszor ugye a fiataloknak, ebben 24 ezer, most már több, mint 24 ezer fiatalnál voltam, a bizalomnak az elvesztése. Ez a legnagyobb félelmük, hogy a szülőkkel azért képesek hazudni, hogy a köztük levő bizalom ne, hogy megsérüljön. A szülők meg a szégyentől félnek, hogy mi van, mi van akkor, ha, ugye ez a tipikus, kiderül rólam, hogy nem vagyok szent, nem én vagyok, nem, nem, miért, hogy van az, hogy az egyik helyen így csinálok, a másik helyen úgy csinálok, hát egyszerűen azért, mert, mert van, van az, amikor az Istenhez megyek, az Isten tiszteleten vagyok, akkor egy teljesen más Istenre figyelő ember vagyok, és nyilván egy teljesen más más, ott nem fogok lekiállni a feleségemnek, hogy miért nem vasalta ki az ingemet. A kocsiba, igen, mikor megyünk hazafele, vagy odafele. <laughs> De hogy, de, hogy, ott biztos, hogy nem fogok, és ettől nem vagyok hiteltelen, vagy nem vagyok ilyen, vagy olyan, de viszont őszintén el lehet ezt az igazságot mondani. Vagy csak a kis területen is már van egy pici gyógyulás, van egy pici szabadulás, és el lehet mondani, hogy figyelj, én ezen a területen ilyen voltam, és most már ez nincs, lehet, hogy még vannak még problémáim, vagy bármi ilyesmi, de, de, de a gyerek az empatikus, az, 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 így megérti. De ha azt mondja, hogy csendet, rendet, fegyelmet, mert izé, akkor, akkor, azt mondja, hogy figyelj, majd hát, hát függő ember vagyok, és még a függős, mert ugye Isten nélkül, szeretete nélkül egyszerűen egy, 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 nem, nem jól működő, nem kerek, nem egész ember vagyok mert hogy így lettem teremtve, tehát hogyha egyszerűen az ember mezítelenül menne ki az utcán, azonnal megvernék, meg bezárnák börtönbe, meg ilyenek, mert így ilyenek vagyunk Isten szeretete nélkül, mint egy ilyen mezítelenek, hogy Jézus Krisztus ott lógott a keresztván, hogy teljesen nem, Isten jelenléte nélkül nincs sem, ugyanis Jézus Krisztus is a munkáját, miután alámerült ugye a Jordánba, rászállt a Szent Szellem, és utána még elment 40 napot a pusztába, és utána kezdte el a szolgálatát. Vagy a tanítványoknak azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálembe, és elküldöm a Szent Szellemet, és fogjátok tudni, hogy mit kell csinálni, vagy hogy mi lesz a dolgotok, és jobb nektek, hogy én elmegyek, és elküldöm a vigasztalót, hogy ugyanígy... Tehát, eb... hogy fel kellett készülni. Fel kellett készülni, és Nem, ugyanígy... ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy, a, hogy igazából a hazugság is azért van mind a két részről, mert annyira értékelik egymással való kapcsolatot, de ugye de ez a hazugságnak a természete, hogy ezzel együtt szétbontja a kapcsolatot is, meg hát ugye, a két külön embert is. Hát ugye a hazugság az atya a sátán, és ugye ő neki ez a, hát ez a trükk, ez a terepasztala, ő pontosan tudja, hogy te nem te, de hogy valaki ettől mondjuk fél, ő meg fél ettől, akkor hogy, hogy, ugye úgy hívják őt, hogy szétszedő, szétdobáló. Tehát az a igen. lényeg, hogy oda az az úr áldást és életet örökre, hogy egységbe lakoznak az atyafiak. És neki az és a, a dolga, hogy ezt az egységet rombolja És ezt a... nem lehet átszázni ezt az egységet az hogy én is egy kicsit hazudok, é, hogy jól legyünk, é, meg de, de már nem, nem kompatibilis. Úgy szoktam mondani mindig a suliban, amikor tudod, van két negatív mágnes, így közeledik egymásra, és, és összetapad, és így mindenki így néz, hogy így, Várja, mi nem így tanultuk. Hát ez az. Mert hogy nem összetapad, hanem a két negatív ember, mert igen, és az, az őszintesség ezt tudja kiváltani, hogy igenis el tudom mondani, hogy nekem ezzel például az iskolába bántottak, a szülő nehogy elhiggye, majd nem történt semmi, hát az órá még elhiszem, hogy nem figyelt meg semmi. Na de az, hogy a szünetben nem történt semmi, az teljesen ki van Most vagy őt verték, vagy ő verte, vagy lehúzta, becs... nem, egyszerűen nem. És hadd mondjak még valamit a hallgatóknak, hogy a függőségre miért mondtam ezt a hatványozódós dolgot, Azért, mert mi szülők, pszichológusok mindenhova elküldjük a gyermekeinket, vagy több helyekre elküldik, és nem értik, hogy miért nincs megoldás, vagy miért nincs haladás. Mert nagyon sokszor az van, hogy mi nekünk az életképünk az, hogy ki 9, ki 10 kor, de mondjuk legkésőbb éjfélkor letesszük a lantot, telefon, lerak, ilyesmi, ez, ez már egy szélsőség kategória. A mai fiatalok meg hajnali három, négy kor teszik le a telefon, de akkor se teszik le, hanem kiesik a kezükből konkrétan, viszont hétkor meg már kell kellni menni suliba, az első útja az energiaital, és nem tudom, hogy a hallgatók szoktak-e tinédzser korukba presszó kávét inni egyet, kettőt, hármat, mert körülbelül ennyit iszik meg a gyerek, és még így is van, hogy valszik órán és különben is, és ezek a sok impulzusok, kiégések, álmatlanság, érzelmi, mindenféle dolgok, hogy azonnali hatályú, gomnyomós megoldás kell, azonnali hatája, és ezért, ezért van a prevenció nagyon fontos, mert most még nagyobb, még több irányból, oldalirányból, vagy csak gondolunk a pornóra, azért a mi korosztályunk azért újság volt, és hát nem tudom, úgy, úgy annyira nem találkoztunk vele, hogy van, aki meg nagyon, van, aki meg kevésbé, de nem ez a lényeg, megint a hatványról beszélünk, akinek van otthon okos telefonja, wifi kódja, netán meg mobilinternete, az már nem létezik, hogy már ilyen 10-11-12, már 12 Tehát nagyon sokkal kellett szorozni. De lényeg lényeg mégiscsak talán az, amit most leírtál ezzel a hazugsággal, hogy, hogy ha nem akarunk hazugságot, akkor nincs szükségünk drogra, akkor nincs szükségünk semmire, ami helyettesíti. Nyilván pornóra se, az összes Igen. többire, mindaz, ami helyettesíti a valóságot, hanem akkor a valóságterápiát kell beindítani. Nekem. Hát ez lenne a pornóról is, hogy egyszerűen beszélni. Én csináltam egy felmérést, hogy hányan kaptak a madarak és a méhekről egy ilyen felvilágosítást, és egy, egy volt ilyen nem tudom, ilyen ezer fölötti hozzászólásból egy hölgy volt, aki elküldött egy könyvet, hogy az anyukájával ezt a könyvet átvették. Tehát, hogy, de ez is miért? Mert automatikus, mert neki meg az anyukája nem kapott felvilágosítást, vagy az apukája nem érzi ezt annak fog. Én is túl, ugye nagyon sokszor ugye ez a test, hát nyilván a testi. Ő, én is túléltem, én is valahogy megszabadultam, én is valahogy, valahogy élek, vagy valahogy, de pont ez a lényeg, hogy ahogy bemegy az ember, mondok egy példát, most egy gyárba hívtak -e meg előadásra, és milyen érdekes volt, hogy vagy csak a tíz parancsolatot, csak épp, hogy csak egy, egy tisztelt apád, anyád, ne ő, ne lop, és akkor meghallott, hogy ne ő, egyből jött oda, hogy hát ő már túl van és hogy időről időre mindig följön benne. Mindig a megszakítást mondják, hogy ez egy megszakítás. De ha megszakítás, akkor hogy létezik, hogy már eltelt azóta 40 év, és ők mindig gyötrődik ebben a, ebbennek a, a úgymond megszakításnak az életérzése. A, megszakítás. a terhesség Mert ugye így erre hivatkozik, hogy, hogy izé, de mégis gyötri, ő hogy ő tudja, hogy, hogy ez tudja, misodik. ő tudja, hogy mit hát csinál. most van. egyébként arról, hogy beszélsz, nyilván látszik, hogy nagyon szerteágazó is, ezért már nem ismerek jobban <laughs> belevágni, mert még jobban <laughs> <Sarki> azunk. Igen. Nem sajnos, ez egy nagyon jó dolog, mert hát a valóságot azt, azt nem lehet ilyen egysikóan megközelíteni, ne. és hát nyilván a helyettesítését sem lehet egysikóan megközelíteni. Meg azt akarom még egy mondat ide a végére, hogyha a vége van, hogy ennek van egy jó, jó dolga, és arra gondolok, hogy fogtam a, 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 fiamat, és elvittem egy, levittem Dunaővárosba, ahol laktam, és akkor megmutatom, mennyi idő volt, mire elértem az iskolába, hogy három kilométer gyalogoltunk, mire odaérve, vagy nem tudom, tehát, hogy ennek van egy, egy, jó, jó a gyereknek megmutatni, hogy én hogy, hogy matchboxoztam, hogy motoroztam, hogy motoroztam hol bicikliztem, milyen biciklim volt, vagy kicsit visszamenni az időbe is, és aztán végig gondolni, hogy, hogy mennyire, mennyire sok hülyeséget csináltunk, hogy mi hogy mennyire benne voltunk mindenben, mert egyszerűen az van, hogy 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 ahogy mondja is, hogy a lótó nem született kutya, hogy, hogy egyszerűen az én gyerekem az az én gyerekem. Hát ha én eleven voltam, akkor valószínű, hogy a gyerekem is eleven lesz. Engem érdekelt egy csomó minden. Állandóan kérdeztem, hogy hon, hogy működik egy motor, akkor a gyerekemet is fogja érdekelni, hogy hogy működik egy motor, és ha már megmutatom, hogy mi, akkor végre tovább tud haladni, hogy további kérdések is legyenek benne. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy nem csak egy vasárnapi ebéd, meg nem tudom, hanem egyszerűen állandóan együtt lenni, és, és egy, Egyáltalán azokkal az aktuális érzelmi problémáival, félelmeivel, ami éppen szorongásaival, ami éppen megvan, a, és mivel ismerjük a gyerekünket, mert látjuk, hogy egy kicsit megvan fázva, vagy ilyesmi, ez már látható, hogy egy kicsit meg, megkérdezni, hogy, 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 úgy körülbelül, hogy, hogy, mi van, és sokszor ugye mi is pszichológus, ide megyünk oda, nem, mert az ember csak elég, ha néha meghallgatja, hogy, 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 lehet, hogy nem is érdekel, és nem is akarom megmondani, hogy, hogy megfejteni, hogy ez már pedig így, vagy úgy, hanem csak egyáltalán legyen egy legyen egy őszinte valóságos találkozások beszélgetések van hogy elég hogy két-három hetente van hogy minden nap kell mert megint mi történt a súlyban, és ezt kellemetlen végighallgatni, meg teher is, meg minden, de az én gyerekem, az én felelősségem, és, és biztos, hogy nem lesz drogos, nem lesz alkoholista, nem lesz semmiféle függőségnek a kötelékébe. Jézus megszabadított, és nekünk az a dolgunk, hogy Egyiptomba, a rabságba már ők nem menjenek vissza, akármi történik, ők oda már nem menjenek. Mi onnan jöttünk, pontosan tudjuk, hogy mi van ott. Az idő megszépíti sokszor, hogy így, úgy, amúgy nem, nem, nem. Rabszolgák voltunk, és ki voltunk és mint egy ilyen elhasznált zsebkendő el dobva, ki lettünk teljesen végezve, most meg itt jöhetünk a szabadságban, az úrnak a gondviselésébe, és innen se jobbra, se balra csak követjük a tűz, meg a felhoztopot az ára a szembe. Az ára a szembe. <gül> 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 nagyon hosszú végső mondat volt, de nagyon fontos, és nagyon köszönöm Tibor, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, én is a meghívást.